Nos, hát a munkálatok megindultak, és hát reméljük, hogy látszani is fog majd a Líceum épületén ez a nagy munka, ami itt zajlik. Mint ahogy az is látszik szerintem, hogy nagy munka zajlik az irodalmi életben, úgy is fogalmazhatnék, hogy felnőtt ifjú korba lépett az Agria folyóiratunk, hiszen negyedik évfolyam első számával jelenik meg. Ez már egy folyóirat életében azért egy ilyen serdültebb kort jelent. A főszerkesztő tanárulat köszöntöm tisztelettel, dr. Ködöböc Gábor főiskolai docens kollégánkat. Így van ez, tanár úr? Lehet azt mondani, hogy felnőtt ifjú kor a lapnál? Igen, tetszik nekem, nagyon szép ez a metafora. Először is sok szeretettel köszöntöm én is, és tisztelettel a Liceum Televízió kedves nézőit, és a lehetőséget szeretném először is megköszönni, hogy az Agria már nem először kap ugye ilyen nagy reklámfelületet a Liceum TV-be, hogy 10-12 perc áll rendelkezésemre. Ugye a Duna TV-be annak idején Szapolcai Lajos csak 2,5-3 percet kapott ugye a Kikötő című műsorba. Habár ugye azt láthatták Sydney-be is, jöttek is visszajelzések a világ minden részéről szinte. Úgyhogy jók ezek a reklám lehetőségek, felületek. Hát a metafora nagyon szép és találó, valóban ugye a negyedik évfolyamba léptünk, és ez azt jelenti, hogy a tavaszi számmal az Agria egy jubileumhoz érkezett, a 10. megjelenést ünnepelhetjük. Talán már a múlt alkalommal is szóltam arról, hogy hát legfőképpen én annak tulajdonítom az eddigi eredményeinket, a labbemutatók is, meg a lapiránti fokozódó érdeklődés is ezt támasztja alá. Annak tulajdonítom, hogy a legmegfelelőbb pillanatban érkezett ez a feladat, vagy ez a fölkérés számomra, se nem túl korán, se nem túl későn, és hát valahol ebben ugye a gondviselés kezét is látni kell, és hát megfelelő szerénységgel és alázattal kell kezelni az eddig elért eredményeket. És hát én titokban, mikor azt mondom, hogy az Agriának már van némi múltja, titokban azt remélem, hogy talán a múltunknál csak a jövőnk lesz fényesebb, szebb és nagyobb. Ezek a szavak nagyon szépen fénylenek, fordítsuk le hétköznapi nyelvre. Mi az, amire tud építeni? Mi alakult ki a 10 számban? Milyen szerkesztő gárda felé tudott mozdulni? Milyen képet festenek? Ugye, ahogy belelapozunk az Agriába és megnézzük az impresszumot, akkor láthatjuk azt, hogy egy nagyon-nagyon erős, mondhatnám azt, hogy még Kárpát-medencei viszonylatban is álomszerűen erős csapatom van, amire én nagyon büszke vagyok, és ez egy nagyon megnyugtató érzés a főszerkesztőnek, hogy ugye Egerben ott van mellettem, vagy mögöttem teljes mellszélességgel Anga Mária, kiváló költő, meseíró, Nagyváradról Barabás Zoltán, ugye a Partium írótábor szervezőjeként is ismert, meg költőként, igen, jeles költőként. Ott van Berta Zoltán, ugye a Károli Gáspár Egyetem habilitált professzora, aki a kortárs magyar irodalmat, a határok fölötti magyar irodalmat is beleértve, ugye betéve tudja, és nagyon jó személyes kapcsolatokkal rendelkezik. Ugyanez elmondható Szakolcai Lajos barátomról is, azzal a kiegészítéssel, hogy ő nem csak irodalom, hanem művészetkritikus is, tehát ő otthonosan mozog a képzőművészetben, zenében és a színház művészetben is. És hát Serfőző Simon barátunk ugye Miskolcról, aki a Felső Magyarország kiadója, ugye régi rutinos lapszerkesztő, kiváló költő, ugye József Attila Diál és Balassi Karddal kitüntetett költő. Tehát ez a csapat számomra nagyon megnyugtató, és jó érzés, hogy rájuk kezdettől fogva számíthatok. És akkor méltó, hogy a 10. szám megjelenése ürügyén ugye elmondjam a szűkebb stáb népsorát is, akiknek hálásan köszönöm az eddigi munkát, és remélem, hogy az újabb 10 számot is együtt fogjuk majd megérni. Ugye Bozsik Gabriella a nyelvi lektor, Hegyi Zsanett a szerkesztőségi titkár, a tipográfiai szerkesztő Tömösközi Péter, arculattervező és képszerkesztő Herceg István, akinek egyébként a munkái illusztrálják a mostani 10. számunkat is, az elektronikus levelezés gazdája ifjabb Ködöböc Gábor és lapmenedzser Bércesi András. És hát ugye ez a lap az Egri megyei jogú város önkormányzat finanszírozásában jelenik meg. Örömmel mondom, hogy az ez évi működés feltételei is biztosítottak. Ugye a kiadásért felelős Homa János, a Kulturális Bizottság elnöke.
És hát itt köszönöm meg az Eszterházy Károly Főiskola és az Egri Kulturális és Művészeti Központ szolgáltatásait, hiszen mindkét intézmény sokrétűen különféle szolgáltatásokkal támogatja alapunkat. Szerencsé, hát ennyi bába közt nem veszik el a gyerek. Igen, ez nagy öröm, és a szerkesztő úr kérdésére válaszolva, itt beixeltem az általam legfontosabbnak tartott írásokat a 2010 tavaszi számban, és hát szinte több a piros, mint az üres felület. És akkor ezzel válaszolok arra is, hogy mire és kikre építhetünk a továbbiakban, hiszen állandó hűséges szerzői vannak a lapnak, mint ahogy reményeim szerint az egyre bővülő olvasó táborban rendszeres és hűséges olvasókat is találunk. Csóri Sándor 80 éves volt ugye február 33-án, mi is megemlékezünk róla egy külön rovatban. Olvashatjuk például az Esztergomi Elégia című Csóri verset és Szakolcei Lajos nagyon szép írását. Volt ugye a Doknál Tibor által szervezett Nagy László emlékülés konferencia immáron másodízben, ebből is szemezgettünk, válogattunk, például Tari István délvidéki Óbecsén élő költő verse a Betakarják az eget, illetve nagy örömömre dr. Ternyák Csaba érsek úr már másodszor szerepel az Agriában, elsőre ideadta, amikor kértem tőle az írását, ezúton is köszönöm, hogy a Versben bujdosó költő, Világban bujdosó Isten címmel. Aztán a felvidéki palackpostával folytatjuk a Kárpát-medencei kalandozásainkat. Ugye ez a felvidéki palackposta már negyedik vagy ötödik része a tavaly tavasszal indult sorozatnak. Kulcsár Ferenc, Koncsor László, Grendel Lajos, Hodosi Gyula és Zirig Árpád nevét emelném ki külön is a felvidéki magyar irodalom jelesei közül. Aztán ehhez kapcsolódóan a szerdahelyi szimpozión, melyben Berta Zoltán három írásával is szerepel, közte van a Szlovákiai Magyar Opusz című, ez egy új, eddig 4 számot megért folyóirat, nagyon színvonalas. Itt van Verók Attila, főiskolai, kedves főiskolai kollégám írása, Bujna Zoltán a Biciklis Dervis című könyvéről, ugye két keréken Vámbéri Ármin nyomában Dunaszerdahelytől Teheránig. Itt lesz egyébként egy labbemutató is, Dunaszerdahelyen április 22-én. Előtte megyünk Szegedre, majd májusban Szekszárdon az I. és Gyula megyei könyvtárban lesz az Agria következő labbemutatója. És körvonalazódik egy bécsi bemutató, sőt egy brüsszeli kirándulás is az ottani Magyar Kulturális Intézetben. Úgyhogy szépen alakulnak a dolgaink, de tovább folytatva még a szám bemutatását röviden, Szakolcai Lajos a Vámbéri antológiáról ír ebben a szerdahelyi szimpozion rovatban, és akkor itt vannak ugye még az állandó szerzők közül Kis Benedek, Kis Bence barátom talipista balladájával, Serfőző Simon ragyogó versekkel, Anga Mária hasonlóképpen több szép versével, és ami még igazi unikum a mostani számban, az a Győri László által közreadott és jegyzetekkel ellátott az Elérhetetlen Föld költőinek levelei az antológia sorsáról 1966 és 69 között igazi kortörténeti dokumentumként is olvashatjuk, és még mielőtt a szerkesztő úrnak visszaadnám a szót, gyorsan mondom, hogy amit soron kívül el kell olvasni az Agria 10-es számából, az Mátyus Aliz, Disputa Eszterházy Károlyról, a magyarról, a katolikusról, az építőről, 133-tól 146-ig. Nem most veszek levegőt. Most nem veszek levegőt. Hogy nem szereti a szerkesztő úr a kollégáit, hiszen rangos névsort sorolt itt föl nekünk az alkotók köréből. De ez el is indított egy gondolatot újra bennem, hiszen hallgatva ezt, hogy milyen Kárpát-medencei kitekintése van, hallgatva azt, hogy kik szerepelnek benne, milyen művekkel. Óhatatlan fölmerül, hogy mi különbözteti meg az Agria folyóiratot a többi ilyen hasonló folyóirattól. Miben más az Agria? Hiszen több olyan lapunk működik, jelenik meg, amelyik hasonló merítésben gondolkodik. Hát igen, csak ugye a terjedelem, meg hát a tartalomjegyzék is, ami miatt némi kritika is ér bennünket, megfelelő humorral, iróniával, mondjuk El Simon László szokta ezt megfogalmazni az Írószövetség titkára, hogy talán nem kellene kifárasztani az olvasókat rögtön az elején a 8 oldalas tartalomjegyzékkel. De hát ugye megmutatjuk a sokféleséget, sokszínűséget, és mindenki kedvére válogathat, hogy mi a szimpatikus, és mit szeretne elolvasni ugye ez alapján.
Tehát ez az egyik. A másik pedig ugye hát ebben már benne volt részben a válasz a kérdése, hogyha nagyon széles a merítés mindenféle tekintetben, mert ugye az Agria kezdettől fogva a 20 évesektől a 80-asokkal bezárólag mindenkinek szeretne publikációs lehetőséget biztosítani, és ugyanez vonatkozik ugye földrajzi értelemben is, hogy az egész Kárpát-medencéből merítünk és számítunk és a legjelesebb szerzőkre. Régióban marad, a régióban van otthon. Is, természetesen a régióból is, meg Egerből is. A múltkor megszámoltam, hogy az egri és szorosan egri kötődésű szerzők száma a labban eddig 50 fölött van. Tehát több mint 50 egri szerző szerepelt. Van, aki visszatérően, valaki többször is, ugye például Lobocki János, vagy Till Katalin, vagy Veró Katilla, kedves főiskolai kollégáim, de Szentesi tanárú is irodalom tanszékről többször de szerepelt. Kusper, közül is Kusper, a Judit, hallgatóink közül kollégám. Is vannak visszatérők. És hát Posta Marianna, ugye, meg Magolcsai Nagy Gábor, ők is állandó hűséges szerzői alapnak. Hát lehet rájuk építeni, lehet rájuk számítani. Minél több ilyen hűséges szerzője alapnak, és hát minél több fiatal hangolódjon rá. És ha még szabad egy percet beszélnem, mert tudom, már visszaélek a szerkesztő türelmével, meg az időből is kifutunk. Tehát most itt az Artériák rovatban tündökletes tehetségek sorakoznak egymás után. Korányi Mátyás, Karádi Márton, ráadásul Karádi Márton, burgenlandi szerző, Budapesten tanul. És hát akit már ismerhetünk korábbról, ugye a másik két sokra hivatott szerző, Bak Zsuzsanna, aki itt járt Egerbe a Dobógimnáziumba is, és Makláron lakik egyébként, de Budapesten tanul, és Bozók Ferenc, aki nekem magyar történelem szakon nagyon kedves hallgatón volt a főiskolán, és szerintem nagyon szép pályát fognak befutni mind a ketten, Bak Zsuzsa is, meg Bozók Ferenc is. És akkor itt vannak a többiek, ugye Hut Wagner Éva, Drói Városról, Polgár Dóra Szarvasról, Balázs Beáta, Etesről. És akkor a könnyelző rovatot is mondhatnám még, ugye nagyon sok szép írás. Tanár itt van úr. Például a Kaló Béla írás, a Bereti Gábor legújabb verses kötetéről, és hát sorolhatnám a végtelenségig, hogy milyen sok finomság van. Rajsz Rózsa tanárnő laudációja Bozsik Gabrielláról, a Lőrincze Lajos díj átadásakor. Úgyhogy van bőven olvasnivaló, mire a végére ér az olvasó, kezdhetik előről az olvasást, hiszem. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Hálásan köszönöm a lehetőséget a lapmunkatársai nevében is. És hát bízunk benne, hogy utána fognak nézni ennek, akik látták a műsort, hogy valóban miről szól az Agria folyóirat. Mi pedig nézzük meg a nézőkkel együtt, hogy mi volt az Esztellában, ahol ha jók az információim, akkor Esztella borról volt szó.